Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy milyen a viszonya a Balkánnak, a balkáni országoknak az orosz-ukrán háborúhoz. Ehhez pedig Mondovics Gábor balkán szakértőt hívjuk segítségül, aki már itt van velünk a vonal túlsó végén. Szervusz Gábor, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz Tamás, köszöntöm a hallgatókat. Sok mindenről lesz szó, de akkor egy kicsit kezdjük messzebbről. Ugye azt láttuk azért, hogy a Balkánon már különböző konfliktusokban hogyan viselkedett Oroszország, hogyan viselkedett a NATO, tehát vannak ennek történelmi előzményei. Ezen történelmi előzmények alapján kérdezem, hogy most milyen a viszony ehhez az orosz-ukrán háborúhoz a Balkánnak az egyes főpontjain? Hát a Balkánnak az egyes főpontjait talán a hallgatók is, meg aki a témával foglalkozik, tudja, hogy a Bulgária rendkívül élesen elítéli, független attól, hogy melyik politikai irányzatról van szó Oroszországnak az ukrajnai beavatkozását. Annyira nem ukrán pártiak, mint ezek a nyilatkozatok, mert ugye próbálják súlyozva ezt a kérdést kezelni és figyelni, de az biztos, hogy a bolgár oldalról nem mondhatjuk azt, hogy ne lenne egyértelmű, hogy melyik oldal mellett áll. NATO tagállamról beszélünk, egyértelműen érintett, közel van magához a konfliktushoz, és hát ugye ezt kevesen tudják, de Bulgáriának jelentős kapcsolatai vannak ukrán területekkel, Odessa és környékén, mai napig még mindig él bolgár kisebbség, ez ugye régi történelmi visszatekintés. Itt mennyire kellett egyébként Bulgária esetében az, hogy egy új kormánya legyen Bulgáriának, hogy ott voltak nemrég választások, ami azért elég érdekesen zajlott, és egy nagyon érdekes kormány jött ott létre. Hát az érdekes kormány, ez ugye mindig nézőpont kérdése, ez nem az első hasonló folyamat, hiszen annak idején az utolsó bolgár cár, második Szimeont egy ugyanilyen civil mozgalom hozta vissza, és építette be, és egy nagyon sikeres kormányt hozott létre annak idején a Orbán kormánynak Szimeonnal, Szimeon Szovszok-Gurszkival nagyon jó kapcsolata volt, amíg két ciklus után egy harmadikat már nem tudott kitölteni. Ez ott nem egy újdonság, de nem kellett ehhez, hiszen eléggé egyértelmű az a viszonya, hogy akár a helyi lakosság, vagy a, hogy mondjam, a történelmi emlékek azért mélyebbek ebben, mint nálunk, és azért sokkal keményebb időszakot kellett úgymond a szocializmus alatt Bulgáriába megélni, és hosszú folyamat volt, amíg ebből a társadalom föl tudott állni, és mondjuk azt, hogy még vidéken sincsen nosztalgia arra, hogy az oroszok, vagy akár a általuk jelentősen befolyásolt Szovjetunió hatása alatt milyen volt élni. Szóval ez független ettől. Természetesen van egy-két olyan párt csoportosulás, aki ugye nosztalgiával tekint ezekre az időkre, de én egyöntetűen erőteljes a támogatása a kormánynak ebben, hogy élesen álljon ki. Ugye ők hasonlóan állnak ehhez a kérdéshez, mint a magyar kormányzat, hogy a fegyverkezésben lehetőleg nem segítenek, mert szeretnének kimaradni ebből. Ugye a Fekete-tenger mentén azért tudjuk jól, hogy a hajók gyorsan odaérnek bárhova, és nagy kikötővárosokról beszélünk. Ugye a Fekete-tengeri érdekeltsége Bulgáriának most az új kőolajmezőkkel és a földgázmezőkkel szintén egy érdekes helyzetet hoz, és ugye nem csak Románia érintett ebbe a kérdésbe, bármennyire ők sokkal közelebb vannak. Bulgáriának is azért ez nem mindegy, hiszen a tengeri út az jóval rövidebb, és a Fekete-tengeri olajbányászat, vagy szénhidrogénbányászat, ez egy rendkívül fontos kérdés, és mondom, társadalmilag sincsen olyan típusú megosztottság, hogy szóval ott kérdés nélkül Oroszországot tartják az agresszornak. Mi a helyzet Szerbiával? Hát az, látod, az egy érdekes kérdés.
elég kettős maga a szituáció, mert ugye hagyományosan nem a keleti blokk régi tagállamáról beszélünk, hanem ugye Titónak köszönhetően, vagy nem köszönhetően, ugye ebben mai napig folyik a vita, egy ilyen független államok státuszában ellenkötelezett országként volt egy ilyen speciális szocialista berendezkedés kialakítva, ami ugye főleg a magasan képzett vendégmunkások Nyugat-Európába való kiküldésén alapult, és a tőlük hazajövő bevételeken, és hát ugye nyugati vállalatoknak a termelését Jugoszláviába szintén letelepítve, mert hát az elég magas szinten volt a mezőgazdasági eszközöknek és a háztartási eszközöknek a gyártása. És itt jön be ugye a NATO beavatkozásnak a 80-as évek végén, 90-es évek elején háborúig fajult első úgymond modernkori balkáni háború kapcsán, amiben ugye a NATO elég jelentősen hát a középkor felé, ha lehet így fogalmazni, megpróbálta Szerbiát visszaküldeni. Ugye ez még a bosnyák időkben ez nem volt annyira komoly, de a koszovói beavatkozás kapcsán teljesen egyértelmű volt, hogy a NATO ugye infrastruktúrálisan bombázta a hidakat, a gyáregységeket bombázott, mert nagyon hasonlóan egyébként a mostani orosz beavatkozás Ukrajna területén, ahol szintén ezeket érte elsősorban stratégiailag fontos gyárakat, és előállító egységeket, hidakat, utakat, vasutat, és ugye próbálták még a hadseregben a repülő, ugyanígy a repülőgépeket megsemmisíteni, hát ez nem volt azért annyira sikeres annak idején. És ez egy kettős, szóval a Szerbia egyik oldalról elítéli magát, az agressziót, a másik oldalról óvatos, de azt veled is beszélgettünk erről, hogy annak ellenére, hogy a szerb elnök alapvetően nem mondható azt, hogy orosz ellenes lenne, de nagyon megromlott Oroszországnak és Szerbiának a kapcsolata. Ez annak köszönhető, hogy a nyugati integráció felé elindult Szerbia, és ugye a nyugat-balkáni országok közül ugye Magyarországgal, aki az egyik nagy támogatója ebben a nyugati integrációban, a NATO csatlakozás is fölmerült, mint lehetőség, de ugye elsősorban az EU csatlakozás az, ami egy politikai cél, és ebben mindent meg is tesznek, a háborús bűnösök kiadása, szankciók elfogadása, adórendszernek megreformálása, és de kettős ez, az egyik oldalon nyíltan elítélik az orosz agressziót, magának a lakosságnak a hozzáállása ebben szintén érdekes, mert ugye nem régen voltak választások, ők se, szóval a hagyományos pászláv összefogás az mondjuk az, hogy meggyengült, amire az oroszok számíthattak. Messze nem akkora a támogatottsága Oroszországnak, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt volt. És akkor itt hoznám be Bosznia-Hercegovinának a kérdését, amire azért talán szintén érdemes odafigyelni. Igen. Hát Bosznia-Hercegovinának a kérdése, ez inkább most a horvát oldalról került előtérbe, és ugye Milanovićnak a nyilatkozata, ugye, hogy ő megvétózná Finnországnak és Svédországnak, mint horvát elnök, vagy államfőként megvétózná a csatlakozási kezdeményezését. Egyébként ugye a török államfő mellett másodikként, de közben ugye ez össze van kötve Bosznia-Hercegovinával azért, mert az ottani választási rendszer megváltoztatását szeretné ő elérni, mert szerint a mostani egyébként jobboldali HDZ kormány Plenkovićékkal az élen szerinte nem áll ki a boszniai horvátokért. Ugye nem tudom, hogy
mennyire lehet érdekes a mostani választási rendszer, ami ugye a Daytoni megállapodásnak az eredménye lett, ami arról szól, hogy ugye két nagy terület van, a boszniai szerb köztársaság, és van Bosznia-Hercegovina. Ugye a boszniai szerb köztársaság egyik része, körülbelül az egyharmadát adja Bosznia és Hercegovinának, amit most így egy államegységként ismerünk, és tulajdonképpen a kétharmadát területben is, meg lakosságban a bosnyák és a horvát területek adják. És ugye Milanovic azt kifogásolja, hogy ebbe a választási rendszerbe a bosnyák szavazhatnak, és ő szeretne egy ilyen etnikailag tiszta szavazási rendszert létrehozni, ami arról szólna, hogy hiába élnének mondjuk bosnyákok horvát területen, ők tulajdonképpen visszaszorulnak a helyi érdekeknek a megszavazásából, és a bosnyákok csak a főleg általuk többségében lakott területen szólhatnának bele. Természetesen az ő elképzelése szerint úgy, hogy ott is a horvátoknak lenne szavazata, csak a bosnyákok nem szólhatnának bele a horvát ügyekbe. És ez tulajdonképpen a köztársasági elnök és a miniszterelnök horvátországi vitájának egy nagyon jelentős világpolitikai fókuszba kerülését hozta, hiszen ők már beszélő viszonyban sincsenek, és ugye egy pár évig maga a mostani köztársasági elnök 2020-ban lett megválasztva, szociáldemokrataként volt miniszterelnök Horvátországban, és a mostani tulajdonképpen jobboldali beállítottságú HDZ, aki ugye egy erősebben konzervatív irányzatot képvisel, áll szemben pont egy ilyen fontos kérdésben, ami Bosznia-Hercegovina és az ottani horvátoknak a sorsa, és ugye az államfő részéről elhangzott, hogy a mostani miniszterelnök egy hazaáruló. És hát ez került így előteljesen egy olyan fókuszban, amit érthetően ebben a helyzetben fölkapott a világ sajtó, de hát ugye azt, amikor összevesztek, azt nem kapta föl. Ugye azt is látjuk, hogy volt nemrég Horvátországban önkormányzati választás, ahol szintén egyébként a baloldal szerepelt jobban a nagyvárosokban, meg úgy országosan. És hogy ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vannak a legitimációs dolgok Horvátországban, illetve hogy ez egy szimpla politikai erőfitoktatás az elnök meg a miniszterelnök között, vagy lehet-e ebből nagyobb szakadás, vita Horvátországon belül, mert azért az elnök részéről, hogy akkor a horvát nemzeti érdekeket képviseljük a NATO tárgyalások során, az nem biztos, hogy egy elvetendő ötlet. Igen, csak itt ugye két dologról beszélünk, ezt egyébként ő maga is elismerte, hogy itt arról van szó, hogy ez a jelenlegi kormányzat zsarolása ebben az ügyben, és az, hogy az önkormányzati választásokon a baloldal nyer, ez ugye nem fog egy politikai deficitet okozni, mert ilyet láttunk már máshol is Kelet-Európában, hogy egyik oldalon egy jobboldali, mondjuk országos vezetés van, a másik oldalon meg önkormányzati szinten van egy kicsit másik oldal, és azért Horvátországban ezek között, a politikai formációk között olyan nagyon-nagyon nagy különbség nincsen. Itt leheletnyi különbségekről beszélünk egyes ügyek kapcsán, és inkább a pártoknak a politikai múltja az, ami köti őket egy-egy irányzathoz, és ezek a klasszikus besorolások, hogy jobb vagy bal oldal, én azt mondom, hogy ennek már így 20 éve nincs sok értelme a nyugat-balkáni vagy a balkáni országok tekintetében, erre ugye nem csak Horvátország jó példa, Szerbia is jó példa rá, és akár Bulgária is jó példa, de hát Montenegrót, Makedóniát is hozhatnánk ebbe élő példaként. És ez, hogy ő ezt kivitte a NATO elé, ennek egy kapálódzás az oka. Próbál egy politikai bizalmatlansági helyzetet hozni, azért lesz nehéz dolga, mert a jelenlegi kormánykoalíciónak elég stabil a többsége. És Horvátország gazdasági és egyéb okokból nincs abban a helyzetben, hogy nagyobb válságokra azon kívül, ami van, még fölkészüljön, és ezt érezhetően az emberek se szeretnék.
Milyen lett egyébként a visszhang? Tehát lehet ebből bárkinek politikai haszna Horvátországon belül, vagy elkönyvelte a nép, hogy jó, itt most vitatkoznak a vezetőink, de tényleges fontossága nincs. Kérdezem ezt azért is, mert maga az orosz-ukrán háború azért láthatóan foglalkoztatja az embereket. Foglalkoztatja az embereket, méghozzá nagyon élesen, és annyira foglalkoztatja őket, hogy az államfőnek finomítania kellett, és egyértelművé kellett tenni. Szóval Horvátországban egyértelműen Ukrajnát támogatják lakossági szinten is ebben a konfliktusban, és nem Oroszországot. És ugye el is hangzott az a vád az egyik oldalról, ugye a államfő részéről a miniszterelnök volt hazaáruló, és ugye a miniszterelnök meg le orosz ügynököszte az államfőt, és egyértelművé kellett tenni az államfőnek, hogy ő elítéli az orosz agressziót, és ezt úgy finomította, hogy ez annyira messze van ez a kérdés, hogy nem ezzel kéne foglalkozni, mert a boszniai horvátoknak a szavazati jogát rendezni kell. Részben egyébként ebben igaza van, csak ebben a két politikai oldal teljesen mást képzel el, és ebben az érzékeny helyzetben nem. Szóval most először van az Horvátországban, hogy egy ilyen téma nem lett utcai tüntetéseknek nem kellett utcai tüntetésekre számítani, és most először volt érezhető az, hogy ezt a témát valahogy nagyobb füstöt, vagy nagyobb tüzet kell rakni, hogy szóljon bent is. De mondom, az államfőnek el kellett határolódnia, ugye tagadta azt, hogy orosz ügynök lenne. Egyébként jellemzően ugye el is ítélte többször, ez tényleg tény, az orosz beavatkozást Ukrajnában és agresszióként értékelte. De most először volt az, hogy a boszniai a horvát etnikai kérdés az nem lett ilyen utcai zavargások szintű problémává, és nem hozott egy földrengést ez a kérdés. Eddig azért ez könnyebben vált, tudod, a focista nyelven, szóval azért lementek a drumra és elintézték ezt az utcán. De ez most nem történt meg. De ez általában is jellemző egy kicsit a Balkánra, hogy megmondom őszintén, amikor kitört az orosz-ukrán háború, én azt gondoltam, hogy a Balkán az egy ilyen másodfront lesz, lévén, hogy ott azért a NATO-nak és Oroszországnak is igen komoly befolyási övezete van. És ehhez képest azért jóval nagyobb a csend, mint mondjuk amire lehetett így kívülállóként számítani. Hát kívülállóként igen, de talán erről ugye többször beszélgettünk, és azt kell mondja, hogy aki figyelte, az ezt várta körülbelül reakcióba. Szóval ez akkora meglepetés nem okozott azoknak, akik a régióval foglalkoznak. Ugye nem véletlen Oroszországnak ez a rendkívül szkeptikus helyzete ezzel az egész alasz, hogy ők nyíltan lezárták ugye szinte a konfliktus harmadik hetében a Bulgária irányába a Bulgáriának szánt földgáz és kőolaj eladásokat, ez egy elég demonstratív volt. És ennek ellenére megerősödött a kormány Bulgáriában. Szóval nem az történt, hogy jaj, mi lesz velünk meg minden, miközben ugye ők még jobban kivannak téve, mert 80% fölötti kitettségük volt, és ez egy eleve nem orosz barát, vagy kormányzatot megerősített. És hát ez az, amire az oroszok nem számítottak. És például a Bulgária hogy oldja meg most, rendelnek amerikai nyersanyagot? Nem, hanem ugye a távoli volt török befolyás alatt lévő volt szovjet tagköztársaságokon keresztül oldják meg ezt a típusú szénhidrogén beszerzést. De átcímkézik az orosz gázt? Vagy? Nem, hanem hát azért figyelj, Törökországnak rendkívül komoly befolyása van ezeken a Türkmenisztán, meg ezeken a vidékeken, és ugye ezekről az olajvezetékekről, ezek az országok azért, ha nem is olyan jelentős eladók, mint Oroszország, de azért elég jelentős szereplői a piacnak a maguk kitermelésével, és Törökországon keresztül ezek a saját kiépítésű vezetékeken, ezek a csatornák Bulgáriában elérhetőek.
És innen történik a vásárlás, ami ezeknek a kisebb tagállamoknak remek, mert ugye eddig az orosz nagy eladások meg árversenyben nem voltak annyira versenyképesek, most viszont rájuk terelődött a figyelem, és egy elég jól kiépített infrastruktúrával rendelkeznek, hiszen az elmúlt 15 évben sokat tettek azért, hogy eljussanak a nyugati európai piacokra is, meg a török piacokat is megpróbálták ellátni, és ennek most, hogy mondjam, ennek a befektetésnek megérett az ideje, és eljött az az idő, mikor ezek a tagállamok tudnak eladni egyébként. Ugye ennek a kapacitásnak egy részét Nyugat-Európa is most ezen a déli földgáz és kőolajvezetékeken fog vásárolni. Európa is, ugye Magyarország is ugye bejelentkezett erre a kontingensre, meg több nyugat-európai állam bejelentkezett erre a kontingensre. És ez egy, ugye erre sokan nem számította, de ez egy reális megoldás. És Oroszország ezt hagyja? Hát nem mer nyílt konfliktusba belemenni Törökországgal. Szóval azért a harmadik legnagyobb hadsereggel rendelkező államról van szó a világon, az egyik legmodernebb hadsereggel, szóval a amerikai után legjobban felszerelt hadsereg az Törökország, a NATO-n belül, és hát egy valódi regionális középhatalomról beszélünk, aki most ugye erőteljesen pályázik arra, hogy akár Oroszországot is leelőzze ebben a regionális középhatalom pozícióban. És hát a volt szovjet aktörzsársaságok közül azok, amelyek török nyelvűek, ezek azért finoman szólva se Oroszországtól függnek, hanem sokkal inkább már Törökországtól függnek. Az elmúlt 20 évben ebben Törökország nagyon sikeres külpolitikát folytatott, gazdaságilag is, meg ezen a, hogy mondjam, ezen a török egységen keresztül. És akkor végezetül egy utolsó kérdés általánosságban, hogy azért látjuk, hogy eléggé változóban van most a világ, és főleg itt az orosz-ukrán konfliktus is megmutatta, hogy a határok sem állandóak feltétlenül. Veled is beszélgettünk korábban a Balkán újrafelosztásának tervéről, amiből ugye azért sokan Putyint is belevették. Persze mindenki azt mondja, hogy ez a dolog, ez nem létezik, ilyen nincs, aztán mindenki különböző részleteket meg mégiscsak megoszt róla, de te hogy látod ezt a kérdést? Nyilván most mindenki Oroszországra meg Ukrajnára koncentrál, de lehet-e ez ennek kapcsán akár újra napirenden? Hát tulajdonképpen, amit most a horvát államfő fölvetett, ugye ez a szavazati kérdés, érdekes módon ebben elég komoly szövetségesre találtak a boszniai szerb köztársaság részéről, mert a részükről ez egy elfogadható lenne, hiszen ezzel legitimizálva lenne az ő általuk bevezetett modell, és láthatóan a Nyugat-Balkánon egy ilyen típusú átalakulás, az, ahogy beszéltünk, elő van készítve, nem mindegy, hogy milyen formában történik ez, hiszen a gazdasági, politikai stabilitás azért nagyon fontos, szóval azért senki ne várja azt, hogy ez a hetek, hónapok alatt, és az nem valószínű egyébként, hogy egy szerb egyesülés vagy egy horvát egyesülés jönne létre, hanem inkább az, hogy egy kicsit lazább, ilyen kantonszerű, mint Svájc, de ugye a Daytoni megállapodás is egy picit ezen az elven alapult egy ilyen európai modellen, hanem ennek egy még lazább formája felé elmegy, ami egy nagyobb önállóságot fog jelenteni. És itt tényleg az a kérdés, hogy mekkora mozgástara lesz a inkább a bosnyákoknak ebben, hogy a tőzsgyökeres helyéken elvesztik-e a valódi belepolitikát, vagy nem. De ennek van esélye, csak kérdés az, hogy ez milyen módon fog létrejönni, hiszen hát ugye, mint tudjuk, Bosznia-Hercegovina kérdése a török idők óta, ugye a monarchiának is nagyon fontos volt, és Európának több olyan eseménye kezdődött így szomorúan, ami a nem megértés miatt volt. Én inkább azt látom most, Tamás, hogy
hogy ilyen óvatosak az emberek, nem szeretnének hirtelen a világpolitikai döntésben sem beleszólni, és ez egy lassú folyamattal, de előbb-utóbb Bosznia-Hercegovinának úgymond a újraszabályozása meg fog történni. No, hát meglátjuk, hogy jön tovább. Mondovics Gábor, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm.